Szervusztok, fiúk, lányok, hölgyek, urak, Csonti vagyok, és ebben a kis videócskában megkísérlem összefoglalni a BlizzConnak így a legfontosabb híreit és eseményeit, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy mi történt az elmúlt két napban, akkor tartsatok velem. Itt még a videó elején megemlíteném, hogy már péntek este kiraktam a honlapra egy hosszabb posztot, ahol röviden összefoglaltam hasonlóan az eseményeket, illetve linkeltem a különböző az adott játékkal foglalkozó aloldalait a Blizzardnak, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ott bővebben elolvashatja. Én a videó leírásába csak a honlapomnak ezen posztját linkelném, úgyhogy ott mindenki érdeklődhet. Na, akkor vágjunk is bele, hogy mit kínált nekünk a 2014-es BlizzCon. Elsőnek egy vadonatúj játékot jelentettek be Overwatch néven, ahol lényegében hősöknek vagy különböző karaktereknek a bőrébe bújva kell, csapatba verődve, ötfős csapatokba verődve a másik csapat ellen küzdenünk, FPS, tehát első személyű nézetben. Ez szerintem a MOBA és a Team Fortressnek egy ilyen érdekes egyvelege lesz, és szerintem érdekes játék, bár annak ellenére, hogy én nem vagyok egy nagy FPS fanatikus, de az alapján, amit láttam belőle, szerintem mindenképp ki fogom majd próbálni, aztán majd meglátjuk. Én bízom benne azért, hogy nem csak a lövöldözésen alapszik majd a játék, bár azért, ahogy láttam, túlnyomó részen itt ilyen taktikai lövöldözés lesz, de lesznek elég érdekes karakterek benne ahhoz, hogy azt kell, hogy mondjam, nem csak a lövések pontosságán múlik majd, úgyhogy talán még nekem is lesz benne esélyem. 12 karaktert mutattak nekünk be, mind a 12 karakternek külön-külön más-más képességei vannak, és én úgy vettem észre, hogy mindegyik karakternek van, most megnézzük őt, a Reaper-t, azaz a kaszást, tehát úgy vettem észre, hogy mindegyik karakternek van 3, esetleg helyenként 4 alapképessége, és emellett egy ultimate képesség, tehát egy végső képessége, ami pedig a legdurvább támadásokat jelenti. Például itt ez a szerencsétlen, ez így végig száguldozik a csatamezőn, és közben mindenkit rommál ő. Tehát elég érdekes, és mondom, minden karakter más és más, és más és más posztokat tölt be a csatamezőn. Ha már itt tartunk, a történet maga, akkor még egyszer mondom, egy több játékosra kiélezett, ötfős csapatokra bontott hős lövölde lesz, tehát első személyű nézetben lőhetjük ott egymást a csatamezőkön, de a fő hangsúly minden egyes pályán a pályához tartozó feladatnak a teljesítése lesz, úgyhogy ezért is mondtam, hogy kicsit olyan, mintha a Heroes of the Storm-ot ültették volna át még egy FPS nézetbe. Azt nem tudom, hogy a játék az fizetős lesz-e, vagy free-to-play, bár én élek a gyanúperrel, hogy free-to-play lesz, mert ez megint egy olyan zsáner felé kacsint, amit alapvetően ingyenes játékkal szoktak párosítani, de valószínűleg lesz benne bőven mikrotranszakció, hogyha ez így lesz, vagy pedig nem tudni. Tehát erről még nem nagyon tudni, hogy milyen lesz a fizetési modelle a játéknak. A történet alapján egy távoli jövőben járunk, ahol úgynevezett őrzők vigyáztak az emberiségre. Ezek az őrzők eltűntek, de viszont a leszármazottaik még mindig köztünk járnak, és ezekkel fogjuk egymást csépelni. Az intro videó egyébként nagyon vicces volt, én azt hittem, hogy valami Pixar rajzfilmet látok éppen, de aztán hál' Istennek mutattak a játékból is képeket, és az már azért meggyőzőbb volt. Egyébként szerintem szépen néz ki majd a játék. Na, ez már egy fokkal érdekesebb, hogy a karakterek milyen szerepkörökbe oszthatóak. Lesz ugye támadó karakter, akinek az elsődleges szerepe ugye az offenzíva és az ellenfelek legyakása. Lesz védekező karakter osztály. Hát itt ilyen robotágyukra kell gondolni és a többieknek a felerősítésére. Lesz tank, aki ugye az ostromban elől halad és felfogja a golyókat. És lesz support, azaz támogatás. Ide healerek és különböző kasztok, amik így a többi kasztot erősítik, feltartoznak majd. Úgyhogy mondom, egyelőre 12 karaktert láttunk, de valószínűleg tartom, hogy ennél jóval több lesz. És persze itt vannak a pályák, hát ezek közül is nagyon változatosak lesznek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Heroes of the Stormhoz hasonlóan itt is elgurulhat majd
a dizájnereknek a gyógyszere, tehát van itt futurisztikus Londontól kezdve, ókori Egyiptom, és feudális Japán, tehát itt tényleg ez egy olyan olvasztó tégely lesz így a stílusoknak és a helyszíneknek, meg persze ugye a karaktereknek, mint eddig sehol más, és ráadásul mind-mind vadonat új karakter lesz, úgyhogy szerintem mindenképp megér majd egy misét. A játékra már lehet beta tesztelőként jelentkezni itt az oldal alján, és 2015-re ígérik, hogy elkezdődik majd a beta tesztelés, addig viszont szerintem már mindenkinek érdemes meglátogatni ezt az oldalt és feliratkozni beta tesztelésre. Én minden esetre ezt a játékot is ugyanúgy várom, mint az összes többi Blizzard játékot, és bízom benne, hogy hasonlóan jó játék lesz belőle, mint eddig az összes többi játékukból. Úgyhogy ez volt az Overwatch, majd még a jövőben ezen is rajta tartom a szememet, és majd jelentkezem infókkal, hogyha megtudunk róla többet is. Na, nézzük a következőt! StarCraft Legacy of the Void, most már hivatalosan is bejelentették, hogy érkezik a folytatás, amit ugye eddig is várni lehetett, ám most már számtalan képet és információt is társítottak mellé. Aki nem tudná, a StarCraft 2-nek ez lesz a trilógia harmadik és egyben lezáró része, ahol a Protoss kampányt lesz lehetőségünk végigvinni. Ellentétben a Heart of the Swarm-mal, ehhez a játékhoz már nem lesz szükségünk az előző két kiegészítőre, vagy hát előző két StarCraft játékra, hanem önmagában önállóan is játszható lesz, tehát elegendő lesz a StarCraft 2 Legacy of the Void-ot is megvenni, és nem kell majd hozzá a Heart of the Swarm, hogy játszani tudjuk a játékot. Gondolom, hogy a Zerg kampány az továbbra is a Heart of the Swarm-mal lesz beszerezhető, és a Terran kampány pedig a Wings of Liberty-vel, de a játék gerince, a több játékos mód, az ugyanígy élni fog a Legacy of the Void-dal is. Úgyhogy ez egy nagyon jó megközelítés így a Blizzard részéről, és tényleg pénztárca barát és vásárló barát, gondolom, hogy minél többek tudják kipróbálni a legújabb részt, és akár még ezek után beruházzanak az előzményekre is, hogyha megtetszett nekik, de ezt minden esetre díjazzuk. Ennek is már rögtön itt a bétára való jelentkezése itt életben van. Ez is 2015-re várható. A játék maga megjelenés ügyileg nem tudné, hogy mikor, 2015 vagy 2016. De én azért remélem, hogy 2015-ben a Legacy of the Void meg fog érkezni hozzánk. Na, tehát íme az alaptörténet, ugye a Protoss kampány. Nekem annó mindig is a kedvenc fajom a Protoss volt, aztán most a StarCraft 2-ben a zergeket is nagyon-nagyon megszerettem. De itt a Protoss kampányt tudjuk majd végigjátszani. Főszerepben Artanisszal, illetve Zeratullal, de érkeznek ide újabb karakterek is. Például Rohanna, egy... hogy is hívják? Egy őrző, aki így a Protoss tudást őrzi már évezredek vagy évmilliók óta, illetve Karax, hát ő lesz a mechanikus, ő felelős majd a különböző upgrade-ekért, de itt lesz még egy Vorazun nevezetű sötét templomos matriárka, Rasagálnak a lánya, úgyhogy ő is majd a sztori részese lett, illetve régi ismerősök Kerrigan és Raynor is tiszteletét teszi majd a kampány során, és ezen szereplők majd hát eléggé fajsúlyosan fogják eldönteni, hogy mi lesz a trilógia történeti vége, úgyhogy én személy szerint nagyon kíváncsian várom ezeket. A kampány során továbbá a Spear of Adun, avagy Adunnak a lándzsája nevű hajó, vagy igen, Adun lándzsája óriás Protoss anyahajón fogunk ténykedni. Ugye az előző két kampányban is megszokhattuk, hogy a küldetések között mindig van egy ilyen, hát ilyen becsatlakozó pont, ahol vagy a Hyperion anyahajón, vagy pedig ugye Kerrigannel egy ilyen zerg óriás, nem tudom, egy ilyen óriás zerg élő hajón ténykedhetünk, és közben ott fejleszthetjük majd az egységeinket, ott fejleszthetjük majd a különböző egyéb képességeinket, és ez itt sem lesz másképp, természetesen mindez Protoss színezetben
fejleszteni, itt is lehetőségünk lesz külön-külön az egységeket. Ha jól tudom, a különböző protosz törzseknek a bevonásával, és attól függően, hogy milyen törzset nyerünk meg magunknak, eltérő bónusz vagy extra képességekkel ruházhatjuk fel majd az alapegységeinket, hasonlatosan a korábbi részek fejlesztéseihez. Illetve magát az óriás anyahajót is fejleszthetjük majd, és ezek pedig olyan extra képességeket jelentenek majd a csatamezőn, amit szerintem majd előszeretettel fognak használni a játékosok, hogy eldönthessenek egy-egy szituációt. Emellett vadonatúj játékmódokat is kapunk majd, egyrészt az automatizált bajnokságok. Ez lényegében egy Battle.net által támogatott bajnokságrendszer, ahol naponta indul új bajnokság. Tehát sokan kérdezték, hogy miért nem szervezek StarCraft 2-es bajnokságot. Na ez valami olyasmi lesz, tehát leveszi a szervezés gondját, nyűgjét az emberek válláról, és akkor helyette egy ilyen automatizált rendszer fogja végrehajtani a meccs párosításokat, és persze a továbbjutókat is, és a végén ugye mindenki szépen elnyeri majd a jutalmát, vagy hát hogyha nyer, vagy nem nyer. Úgyhogy ez egy ilyen újfajta ilyen bajnokság szervező rendszer, ez szerintem nagyon érdekes lesz. Akkor itt van az Archon mód, illetve az Allied Commanders. Lényegében ez azt jelenti, hogy egy játékot ketten irányíthatnak, tehát egy mérkőzés, egy bázis, de viszont két ember irányítja co-op-ban. Tehát ez egy ilyen masszív co-op mód integrálva a játékba. Szerintem ez is jó pofa. És persze itt vannak az elmaradhatatlan új egységek és a régi egységeknek a módosításai. Na most itt elindítom ezeket a videókat és kicsit beletekerek. Na, Zerg fronton érkezik, ezt lehalkítom. A Ravager, ez a Roach-nak egy ilyen mutációja, ami hát egy ilyen távsebzésre ad lehetőséget, és elsősorban ez a Roach-nak egy ilyen ostrom egysége. Látjátok, így kilőttek magukból ilyen trutyit, amik így lejönnek ilyen ionágyú mintájára így a semmiből, és ugyanúgy távolról köbdösik a különböző épületeket. Továbbá, ahogy látom, képesek áttörni a protoszoknak az erőterét is, úgyhogy most már a protoszok is retteghetnek a zergektől, és hiába van szentriük, hogyha meglátják a Ravagert a csatamezőn, akkor vége van. Ráadásul, ahogy látom, a Ravager az területre sebez, és független attól, hogy légi, vagy földi egységek, ha benne vannak a sugárban, akkor megpusztulnak. Viszont itt látható, hogy a Ravageröket is ki lehet ügyesen mikrózni, úgyhogy csak óvatosan. Akkor visszatér a Brood War egyik kedvenc egysége, a Lurker, ami ugye elássa magát a földre, és utána egyenes vonalban előre tüskéket ereget így a földből, és ezáltal a gyalogos egységek retteghetnek tőlük, de más földi egységek sincsenek ám biztonságban. Eléggé nagy a hatótávolság, és látjátok, gond nélkül kiiktatják így a különböző védelmi épületeket, ugyanakkor továbbra sem lesznek halhatatlanok, tehát lehetőség van őket ugyanúgy kiiktatni, vagy pedig egy ilyen ügyes kis mikróval akár sérülés nélkül levadászni őket, hogyha van a közelben detektor egység, ami ugye felfedi a föld alatt lévő lurkert. Akkor most következnek a különböző egység módosítások és változtatások. A Corruptor, ahogy nézem, kapott egy új képességet, amivel már a földi egységeket, elsősorban az épületeket leamortizálhatja egy ilyen folyamatos, hát okádással, amivel hát elég durva munkát végeznek, de az egységek ellen is használhatóak, bár nem annyira hatékony. Az Infestor is kapott egy új képességet, ez pedig egy többi zergegységre ható, hát ilyen adrenalin löket, amivel az amúgy is szapora és felturbózott zerlingeket még veszélyesebbé tehetik, és látjátok, a kis zerlingek felprédálták ott az egész marin csomagot. A Swarm Hostot szeretnék egy kicsit mobilisabbá tenni, és képessé tették arra, hogy most már a föld alá ásás nélkül
eregessenek magukból tojásokat. Ugyanakkor most már sokkal nagyobb lesz a tojás kekelés közötti időtartam. Emellett egy külön fejlesztéssel lehetőség lesz arra, hogy a kis locustok repüljenek, és ezáltal felrepüljenek, vagy átrepüljenek az ellenség bázisára. De még egyszer mondom, a swarmhostok most már sokkal ritkábban fognak tojásokat kikeltetni, úgyhogy ez sem lesz egy olyan teljesen őrült képesség. Na, a kedvenc kukac ostromgépe az Zergnek most már sebezhetetlen lesz, amíg fel nem bukik a föld felé, és ez egy új lehetőséget biztosít a Zergeknek a késő játékban, hogy droppoljanak a csatatérre. Ugye a Nidus Worm-eket könnyű volt levadászni mindig, hogyha odafigyelt az ellenfél, de ezáltal legalább már a felszínre tudnak jönni. Úgyhogy ezek voltak így a Zerg egységek és újítások. Szerintem nagyon érdekesek voltak. Nézzük meg gyorsan a Protoszt és a Terránt is, ha már itt járunk. Na, az új Protosz egység, ami pillanatokon belül megmutatja magát. Most elnézést, hogy megvárom, de még én sem jegyeztem meg a nevüket fejből. A Disruptor. Na igen, ez a gömböc, tehát ez olyan, mint a Mothership Core, és azt hiszem, ez még szerepelt talán a Heart of the Swarm előtt is. Na, az a lényeg ennek az egységnek, hogy így feltöltődik, aztán így felrobbant. Tehát ez így a földi egységeknek egy ilyen időzített bomba, avval a különbséggel, hogy ez nem semmisül meg úgy, mint a Baneling. Itt is lehetőség van ugye mikrózni, illetve bizonyos egységek ellen már nem annyira hatásos. Akkor kedvenc immortálunknak megváltoztatták a képességét, ez ugye a Hardened Shield-re vonatkozik. Tehát mostantól nincsenek keményített pajzsai, helyette egy aktiválható képességgel kap plusz 200 pajzsot átmenetileg, és ezáltal mindenfajta támadással szemben plusz 200 pajzsal rendelkezik. Ez én érzésem szerint egy erős nerf így az immortáloknak, ugyanakkor bizonyos egységekkel szemben viszont erősítés, tehát sokkal taktikusabban használjuk az immortálokat, nem lesznek halhatatlanok a siege tankokkal szemben, de ügyes játékkal akár még sokkal használhatóbbak is lesznek. Na, itt közben a Warp Prism-t látjuk, tehát a Protoss szállító hajócskát, ami most már sokkal messzebbről képessé vál majd vált felszedni így az egységeket, és ezáltal a Protoss droppolásnak egy újabb lehetőséget biztosít. Az Orákulum is kapott egy-két új képességet és trükköt így az arzenáljába. Többek közt összevonták két képességét, amivel felfedi az álcázott egységet, és egyúttal a látásukat is megkapjuk. Továbbá le tud rakni egy ilyen stázis aknát, hát én aknának nevezném, ami annyit tesz, hogy ha közelébe megy pár egység, akkor felrobban, és azokat az egységeket elég hosszú időre stázisba rakja, magyarán szóval mozgásképtelenek lesznek. És akkor itt láthatjuk akció közben. Hát ott jó sok hidroliszkot maradt egy jó időre, és ezáltal lelassíthatjuk az ellenfelünket, vagy pedig széttörhetjük a nagyobb flottákat, vagy rajokat, kisebb egységek, és akkor könnyebb lesz vele elboldogulni. Na, közben itt az új képességét láthatjuk, a Légi egységnek. Igen, megvan. Ez egy debuffot rak az egységekre, mindegy, hogy földi vagy légi egység, ami szép fokozatosan elrágja őket. Míg a Carrier is kapott egy új képességet, ez pedig az, hogy manuálisan kiengedhetjük egy adott területre az összes vadászát a Carriernek, amik onnantól fogva 60 másodpercig azt a területet fogják őrizni, és szétlőnek mindent és mindenkit, amik ott vannak. 60 másodperc múlva viszont elpusztulnak. Magyarán szólva, újra kell majd gyártaniuk őket a Carrierben, de ez is egy vadonatúj stratégiát tesz majd lehetővé a Carrierrel. Szerintem ezek is nagyon jó kis újítások, és tényleg, ha engem kérdeztek, én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon így a harmadik epizódra milyen kiegészítésekkel és új egységekkel fogják tudni így megtoldani a multiplayert anélkül, hogy nagyon a balanszot így felrúgnák. Na, és akkor gyorsan nézzük még meg a Terran frontot. Igen, új többjátékos egységek a Terránéknál. Né, ott van Nova.
Na, a Terrának, ha jól tudom, két új egysége is lesz. Az első a Herc. Hát ez is egy gyalogos egység lesz, ahogy elnézem. És ráadásul így, igen, így elég jól bírja így a gyűrődés, tehát olyan, mint egy marauder, és képes magát oda rántani egy csákjával az ellenfélhez, tehát ez tényleg egy ilyen közelharci egység lesz. Ugyanakkor mutatják, hogy azért ő sem sebezhetetlen, tehát megfelelő egységekkel könnyedén elbánnak vele. Ja, hát ez olyan, mint egy marauder, csak kapott egy kis közelharci képességet, hogy gyorsan oda csákjázza magát az ellenfelekhez. Hopp! Igen, és láthatóan a zelotokat ő sem szereti annyira. A Cyclone, na! Vagy... Igen, Ciklon. Jól olvastam, nem Kyklops, hanem Cyclone. Jó. Na, ez egy nagyon érdekes egység. Olyan gyors, mint egy Stalker, de viszont rohadtul nagy a lőtávja, és földre, vízre, levegőbe, mindenhova lő. És egyszer csak egy egységet lő, de azt viszont folyamatosan sorozza, és egy kis mikróval így nagyon durva dolgokat lehet vele véghez vinni, tehát ha ügyes a játékos, akkor így folyamatosan lehet vele kergetőzni az egységekkel, és hát nem érik utol, kivéve, hogyha nem nagyon gyors egységekről van szó, de hát nagyon kevés egység képes így felvenni vele a versenyt, bár azért látható, hogy egy Infestorral meg lehet tréfálni. Siege Tank! Na, vele mi történt? Ahogy nézem, most már fel lehet őket szedni ostrom üzemmódban is, tehát amikor már siege üzemmódban vannak, ez is egy újfajta mikróra enged majd teret, így a Terránnál, valamint a droppolás is sokkal viccesebb lesz, ahogy itt ezen a képen láthatjuk. Thor! Na, a Thor, erre emlékszem, hogy ez egy nagyon durva képességet kapott, mégpedig egy öngyógyító képességet. Átmenetileg a Thor akkor üzemképtelen lesz, de cserébe felgyógyul, és akkor ezt a nagyon drága egységet így hosszabb ideig tudjuk a csatatéren tartani, és nem kell újra legyártanunk. Szerintem elég jó, és érdekes új mikróra ad majd lehetőséget, ugye, hogy a háttérbe küldjük a Thort, felgyógyítjuk, aztán előre küldjük a többiek elé, és akkor a többieket küldjük hátra. A Banshee. Na, a Banshee-vel most őszinte leszek, nem tudom, hogy mi történt. De azt hiszem, kaptak valami utánégetőt, és akkor ezáltal gyorsabbak lesznek. Ja, itt jönnek szépen a zergek, és igen, a mutaliszkeket le tudják hagyni, vagy legalábbis elmenekülni előlük. Na, és a Battlecruiser, na ez az egység is nagyon durva lett. Elég sok energiáért cserébe, ugyanis képessé vált ilyen mini hiperugrásokra, és akkor így bárhol ott teremnek a csatamezőn. Ha a Terran eddig nem lett volna idegesítő az állandó droppokkal, hát akkor majd így a Battlecruiser hiperugrásokkal fog majd a többi játékos idegeire menni. Szerintem elég durva képesség, na majd meglátjuk. Természetesen az összes ilyen tervezett egység, képesség és változtatás az nem végleges, tehát itt bármi megtörténhet, vagy esetleg kivehetnek, vagy változtathatnak még ezeken is. Minden esetre én úgy érzem, hogy ez is egy nagyon jó kis kiegészítő lesz, és ráadásul a több játékos módban is kellő változatosságot hoz, úgyhogy ez is nagyon város így a részemről. Na jó, akkor haladjunk. Hearthstone! Goblins versus Gnomes! Új kiegészítő csomag várható, mégpedig doppergés decemberben, úgyhogy már el lehet kezdeni gyűjtögetni a játékbeli aranyat, ugyanis ez a kis kiegészítő csomag, ami 120 lapot tartalmaz, vagy talán még többet is, decemberben érkezik majd a Hearthstone-ba, természetesen ingyenesen, tehát senkinek nem kell semmit se tennie, viszont ezt úgy kell majd elképzelni, hogy azt a 120 új lapot már külön csomagokba lehet megvásárolni, ugyanúgy vagy játékaranyért, vagy pedig ugye valós pénzért. Na már most ezek a lapok elsősorban a goblinok és a gnómok köré épülnek majd, tehát nagyon sok robot, nagyon sok tákolmány, és persze goblinok és gnómok tömkelege várható majd ebbe a 120 kártyába. És emellett kapunk még egy
néző üzemmódot, ami annyit takar, hogy az összes ismerősünk, aki Battle.net-en nekünk ismerősünk, be tud csatlakozni a mérkőzésünkbe, és velünk együtt megnézni azt. Így tehát, ha mondjuk ismerünk olyanokat, akik népszerű e-sport szinten űzik ezt a játékot, akár nézhetjük az ő mérkőzéseiket is élőben a Battle.net-en keresztül, és akkor ez kijelzi nekünk így a rendszer. És emellett egy új Goblin Gnómos pálya is érkezik, és persze nagyon sok ilyen extra kis grafika, meg egyéb dolog. Hát ehhez Isten igazándiból többet nem tudok mondani, tényleg annyi, hogy decembertől indul a dolog, és akkor 120 új kártyalap, és szerintem ez nagyon jót fog tenni a metajátéknak. Most függetlenül attól, hogy a goblinokat és a gnómokat ki mennyire szereti, maguk az új kártyák és az új képességek szerintem nagyon fel fogják dobni a játékot, és ha most a Naxos 30 darab új kártyalappal nem kevés új játékstílus, új pakli és maga metajáték is nagyban megváltozott, akkor ennek a négyszeresével szerintem fenekestől fel fogják forgatni a játékot, úgyhogy szerintem ez nagyon jó lesz, és legalább libbenti a játékot abból az állóvízből, ahova azért 2-3 hónap alatt eljut, úgyhogy ennek csak örülni tudunk, hogy decemberben érkeznek a goblinok és a gnómok. Heroes of the Storm. Na, a Heroes of the Storm sem maradtám újítások nélkül, és így szépen sorba megyek, már ha megnyitja az ablakot. Tehát, január 13 ezt a dátumot mindenki vésse így az emlékezetébe, és piros betűvel karikázza be a naptárába, ugyanis 2015. január 13-án megkezdődik a zárt béta, ami, hát ha azt vesszük, hogy már a mostani technikai alfába is szerintem több tízezer, ha nem százezer ember kapott meghívót, akkor a beta tesztre valószínűleg tartom, hogy majdnem mindenkit be fognak rántani, vagy szép fokozatosan, ugye, ahogy terhelik majd a szervereket, de nagy valószínűséggel most már mindenki, aki érdeklődött a játék iránt, fog kapni egy meghívót. Én legalábbis bízom benne, hogy a január folyamán mindenki megkapja majd a meghívóját, és elkezdődik a játék masszív beta tesztelése, hogy aztán valószínűleg tartom, hogy jövő év derekán megjelentessék végleges formájában a játékot. De ezzel nincs vége. Bejelentettek 4 új hőst, név szerint Tralt, Jaina-t, Sylvanas-t és az elveszett vikingeket. Na most ez lesz a legérdekesebb, mert a Lost Vikings az az egyik legelső játéka volt még a 90-es évekből a Blizzardnak, és hát ők így se Warcraft, se Hearthstone, és se Diablo, se Hearthstone-t mondtam, tehát se Warcraft, se Starcraft, se Diablo, hanem ők egy külön játékocska voltak, de ők is tiszteletüket teszik most már a játékban, és szerintem egy nagyon jó pofa kis karakter egyveleg lesz, és akkor tehát 4 új hőssel gazdagodik majd a hősöknek így a repertoárja. Aztán jön majd a rangsorolásos mérkőzés, amit hasonlatosan a Starcrafthoz egy személlyel, tehát van személyes ranglétra, vagy akár csapatos is, tehát hogyha másik 4 ismerősünkkel alkotunk egy csapatot, akkor azt az egy csapatot fogja rangsorolni a rendszer, a lényeg, hogy egy ranglétrán tudjuk majd méregetni virtuális farok méretünket majd a többi játékossal egybekötve, és emellett jön majd egy draft mód, ami szintén a rangsorolásos mérkőzésnek az egyik sajátossága lesz. Ennek a lényege, hogy egyik csapat, aztán másik csapat, aztán megint az egyik csapat, aztán megint a másik csapat egymás után felváltva választhatnak majd hősöket, és ezáltal látják ugye, hogy ki milyen hőst választott, és annak megfelelően tudnak a saját csapatukba is hőst választani, és látja mindkét csapat, hogy melyik pályán lesznek. Úgyhogy ez egy igen masszív kis update így az e-sport irányába, hogy a játék egy életképes e-sport legyen ugye a Dota és a League of Legends mellett. Ha jól tudom, egyébként ezeknél a játékoknál is a nagy mérkőzéseken hasonló módon választják ki a profi e-sport játékosok a csapat összetételt, úgyhogy ezt így már automatizálja nekünk a Blizzard.
és végezetül új pályák, az egyik a Sky Temple, egy egyiptomi ihletésű pálya lesz, a másik a Pók királynőnek a sírboltja. Hát erről nagyon még nem tudni semmit, hogy itt mi lesz a mellékes vagy a fő feladat, csak maga a pálya dizájn, és hogy két új pálya érkezik, illetve egy harmadik, még csak így terv szinten, de már nagyon szép concept art van hozzá, egy Diablo ihletésű pálya, ahol az egyik oldalon a pokol, a másik oldalon a mennyország. Bár szerintem ez is a mennyország, csak egy kicsit már megszállták a démonot. Mindegy, de szerintem ez nagyon durván fog kinézni. Na, úgyhogy a Heroes of the Storm sem fog tétlenkedni így jövőre, és mondom, a bétának a kezdetét már nagyon várom. És végül, de nem utolsó sorban, a Diablo 3 is kapott egy kis szeretetet, hát nem annyit, mint az előzőleg felsorolt címek, de elsősorban így a kettes szezonról beszéltek sokat így a készítők, hogy ott milyen újítások várhatóak, újabb legendás, transmogrifálható szettek, és még egy-két ilyen jövőbeli tervet is felvázoltak, de érezhetően nem a Diablo 3 volt a középpontban. Amire lehet számítani, hogy a Treasure Goblinokat kicsit meg fogják változtatni, új fajták kerülnek majd a játékba, amik egyfajta kincset fognak majd dobni, tehát lesznek olyan goblinok, amik csak köveket dobnak, lesznek olyanok, amik csak nyersanyagokat dobnak, és lesznek olyanok, amik meg csak bloodshardokat dobnak majd, tehát a treasure goblinok kapnak majd még szeretetet, emellett majd lesz egy következő szintű legendás felszerelés készlet, ami azt hiszem artifact néven fog nyomulni. Azok nagyjából a régi legendás felszerelések lesznek, csak átlag olyan 30%-kal erősebbek lesznek, és csak torment fokozaton fognak esni, és attól függően, hogy hányos torment fokozaton esett ki, attól függően lesz egyre erősebb és erősebb az adott legendás cucc. És hát emellett még pár apróbb információ elhangzott így a játékkal kapcsolatban, de mindent összevetve én úgy tudnám összefoglalni az egészet, hogy jönnek majd még újítások, új loot, egy-két új játékmechanika és újabb szezonok a játékba. Ha jól emlékszem, még lesz egy új pályarész is Act 3-ban, egy ilyen barbáros torony, vagy ilyen barbáros kazamata. Ha jól emlékszem, a Diablo 3 Lord of Destruction elején, ugye, amikor Baal megtámadta Sesseront, vagy hogy hívták azt a helyet, és ott az elején azt a szerencsétlen csókát így felrobbantotta. Na, azt a bástyát, vagy azt a várat fogjuk megkapni majd Act 3-ban valamikor a következő év során, úgyhogy nagyjából ezekre lehet készülni. És egy játékról nem esett annyi szó most ebben a kis videócskában, ez pedig a World of Warcraft, ugye jön pár nap múlva a kiegészítő, amihez tényleg nagyon nagy reményeket fűznek a Blizzardnál, és emellett szeretnék ugye évente most már egy új kiegészítővel megajándékozni a World of Warcraftot, emellett ugye nagy erőkkel készül a film, amiből még nem mutattak sajnos semmit, de ami késik nem múlik, gondolom, de World of Warcraft az World of Warcraft, és most már Mark Moyhány újfent megerősítette, hogy szeretnék azt a játékot addig életben tartani, ameddig csak lehet, és mindent megtesznek azért, hogy a játék napra kész legyen, és továbbra is elnyerje a rajongók millióinak a szeretetét és bizalmát. Hú, na, ez lett volna így a BlizzCon 2014-es összefoglaló videócskám, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a kis összefoglalót. Tényleg igyekeztem elmondani a lényeget, amennyire tudtam, de a teljeség igénye nélkül, úgyhogy ha valakit érdekel bővebben, hogy mik hangzottak el, akkor mondom, nézzem fel a honlapomra, amit linkeltem a leírásba, és ott be van linkelve minden ilyen aloldal, ami az adott játékokkal foglalkozik, és akkor ott mindenki elolvashatja magának. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!